az izzasztóan izgalmas pillanatokban is veled vagyunk. A közvetítés támogatója a Ride Guard dezodorok és tusfürdők forgalmazója a Henkel Magyarország Kft. Nagyon nehéz. Fárasztó volt olyan szempontból, hogy nehéz volt a esős beállításokkal menni. Pláne úgy, hogy tizedik helyről mentünk, ami egy jó lehetőség volt. Utána az még rátett egy lapáttal, hogy kilöktek a sikánnál két körrel a vége előtt. Sajnos így a pozíció az nem az volt, amit szerettünk volna, úgyhogy 21. helyen értem be, és a csapatból nem sikerült a legjobbnak lenni, de én úgy gondolom, hogy a 13-4 kör alatt mutatott teljesítmény az mutatja azt, hogy jó voltunk csapatszinten, mármint olyan szinten, hogy egyénileg a csapatból a leggyorsabb tudtam lenni. Sajnos ennyit sikerült kihozni a hétből, de hát most itt vagyunk. It was a good race. GPT races are always very competitive, so very hard to predict the results. These guys are very close to each other all the time, and for sure qualifying plays a big role in GP3, and then the tire degradation. So it's a lot of learning to do when you're starting your junior categories, and for sure you need to push very hard with your team and with your teammates to always raise on your level. I like the Hungaroring. It's a very, very challenging circuit. I've driven here 4 years now, and fortunately I have 2 podiums here, which were good memories. It's one of the toughest circuits in the calendar now, and for sure, after a GP3 or GP2 race, you're very tired. Today in the wet Formula 1 race, not so bad. Én egyszer ültem mellette eddig versenyautóba, hát ez maradandó élmény volt, ez egy Lotusba volt. Hát kihasználta a pálya maximális adottságát, és amikor nézem a belső felvételeket, az a durva, hogy mindig vonaltól vonalig mennek, tehát szinte a fű szélétől fordítják az autót. Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz megítélni valaki, mikor nem egy erős autóban van, vagy nem egy versenyképes csapatnál, ugye ahogy tavaly is volt. Idén tesztpilóta, de épp nemrég beszélgetünk róla, nagyon nehéz egyszer gumival edzeni egy szabad edzésen. Én azt gondolom, hogy csak beülni az autóba és elő lenni, az egyáltalán nem egyszerű. Az, hogy ő közel van a csapatához, az azt mutatja a csapattársaihoz, hogy igenis erős. Bízunk benne, hogy hamarosan teljes pilótaként látjuk. Az izzasztóan izgalmas pillanatokban is veled vagyunk. A közvetítés támogatója a Ride Guard dezodorok és tusfürdők forgalmazója a Henkel Magyarország Kft.